A Jáki úti temetőnek ezen a részén nyugszanak az első világháborús magyar hősi halottak. Sírjaikat tisztítják és teszik rendbe a német, román, magyar diákok egy hetes táborozásuk ideje alatt. A legfontosabb, hogy a katonáknak adjuk meg a végtisztességet. Ők valamilyen elv alapján küzdöttek, legjobb tudásuk szerint, teljes erőbedobással a hazájukért. És ezért a bátorságét lehetőség szerint végső nyughelyüket olyan állapotban kellene tartanunk, hogy a következő 20-50 évben ezek megmaradjanak. A katonák síremlékemészkőből készült, a nevek sok helyen alig olvashatók, a diákok ezt is újra festik. Az általános és középiskolás tanulók fontosnak tartják, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, és jobban megismerjék a különböző nemzeteket. A mi generációnk szeretné megismerni más országok ifjúságát. Ebben a környezetben ezzel a munkával ez lehetővé válik, hogy teljesen másként gondolkodjunk a háborúról. Mi egymást embernek nézzük, barátnak nézzük, és a távlatokban egymásban ne az ellenséget, ellenfelet lássuk. Magyar diákok először vesznek részt a táborban. A Neumann és Hermann iskola 10 diákja dolgozik a német és román fiatalokkal. A nyelvgyakorlás is, meg hogy megismerni hát a különböző népeknek a kultúráját, meg a nyelveit, meg minden, meg hát... Meg ha már egyszer ilyen az iskolánk, hogy ilyen parképítős, akkor már miért ne segíthetnénk? A Német Hadisírgondozó Népszövetség kezdeményezésére 10 éve indult a Munkával a békéért elnevezésű akció. Azóta már Lengyelországban, Romániában, Belgiumban is segítettek hadisírok gondozásában. A célunk, hogy az ifjúságot minél jobban bevonjuk a munkába. Mivel azok az emberek, akik ezt a háborút átélték, egyre idősebbek lesznek, meghalnak, fontosnak tartjuk, hogy az új generáció tagjai is megismerjék a háború és az erőszak borzalmait, és lehetőség szerint egymással békében tudjanak élni. A tervek szerint koszorúzással zárul majd a tábor. Arról, hogy jövőre hol folytatódik az akció, még nem tudni. Lehet, hogy újra egy magyar hősi temetőrendben betételén dolgoznak majd a fiatalok.